Csöbör Tomi. Na, sziasztok, itt vagyunk egy olyan videóba, újabb reggelis videó a konyhába vagyok éppen. Majd ismét egy híres embernek a reggelét fogom megcsinálni. Dr. Szalai István, nehézsúlyú világbajnok, aki most fogyott 30 kilót majdnem. Ez a reggelivel fogyott 30 kilót, amit most meg fogok csinálni. Kezdjük is el. Egy átlagos reggelim pirítós vajjal, szalámival, téli szalámival szoktam enni. 3 szelettel egy darab pirítóson, relatíve sok vajjal, illetve 4 darabos pirítógépben szoktam ezt megcsinálni, mert hogy úgy több. Igazából a lépések egyszerűek, hűtőből kiveszem a szalámit, a vajat, kiveszek egy csomag tószkenyeret, általában a cerest, szeretem a ceres márkát részüstömerőinkben, a vajas verziót. Srácok, az első hozzával, ami kell, az a tószkenyér, tehát azt addig ide le is rakjuk. A következő hozzávalóhoz a hűtőhöz kell jönnünk, ami először is vaj, másodszor pedig szalámi, ami még kell, és igazából ennyi az összes hozzával, ami kell nekünk. Na nézzük ezt a fogyókúrát, hogy is kell elkészíteni. Kiveszem, berakom a pirítógépbe. Srácok, az első lépés az, hogy a pirítót az bedugjuk a konnektorról, úgyhogy nem ráz meg minket, ez a legelső lépés. Például így. Tehát fogod magad és kinyitod a kenyeret, kicsomagolod, és beraksz először ugye kettőt, mivel csak kettőt tudsz berakni a pirítóba, akinek ilyen fancy pirítója van, az 4-et is tud berakni. Illetve 4 darabos pirítógépben szoktam ezt megcsinálni. Lenyomod, és akkor erre most várunk. Na srácok, kész is van a pirítós, ki is vesz, tökéletesen megpirultak a történetek. Az kész van, megvajazom, elég nagy adag vajat szoktam rárakni, light vajat, és utána 3 darab szelet szalámit rakok rá, 1 darab kenyérre. Igazából a reggel így néz ki. És akkor fogod a vajat, és elkezded megkenni. Ezt van egy olyan érzésem, hogy a nagy Szalai István nem így csinálja, biztos a séfje csinálja egyébként a kenyérkenést, mert ő nem tudja ezt, hogy YouTube-os iskolában nem tanították, de mondjuk így ennyit ráteszünk, és akkor megkenjük a másik felét is, mert a biztos a séfje is így csinálja, az úgy tökéletes. Macska nyúlkál fel a kajáért közbe, köszönjük szépen. Aztán fogsz 2 darab szalámit, vagyis nem tudom hány szalámit szokott ráadni, most 2-t rakok, mert brutálisan kell spórolni ezekben a háborús időkben. És utána 3 darab szelet szalámit rakok rá, 1 darab kenyérre. És akkor arra rakunk még 1 darabot, 3 van egyébként még, azt a macskának odaadjuk. Így van, el is vette viszontlátásra. És akkor kész is van a Szalai István reggelije, kóstoljuk meg. Na srácok, kóstoljuk is meg, hogy mit teszik Szalai Isti minden reggel, ugye szalámi spiritós kenyér, nézzük. Hát azt kell mondjam, hogy ettől ő lefogyott, akkor biztos én is lefogok, mert ez mi volt? Nézzük csak meg. Viszem azért. Szentmiset viszem már. Nagyon éhes vagyok már. Igen, tessék? Csáó, figyelj, eltévedtem, az emulásra szeretnék visszamenni, nem tudom, hogy merre vagyok, hogy jutok? Szalai Isti, most jártam meg a reggelidet, ember! Kóstold már meg, üljünk már le! De ennyi idő csak van, ez 3 perc megenni. Üljünk már, beszélgessünk már kicsit, most találkozok veled először. Pont néztem a neten egy videót, a reggelidet, hogy eszed. Jó, 3, jó. Kóstold meg, milyen lett? De, nagyon rohadom ki. Egy harapás, hát ez semmi, én is megkóstolom veled együtt. Kóstoljuk meg. Ezt nem így szeretem. Fia, szerintem... Szerintem teljesen jó, mire gondolsz? Hát figyelj, kezdjük ott, hogy tehát ez nem pik szalámi, ez nem téli szalámi. Én sokkal vajasabban szeretem. Ez nem light vaj. Ez borzasztó. De ha ne haragudj már, de egy kérdés még szabad? RP mikor lesz?
Srácok, köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, közül találkozunk, kiadjátok le a kommentbe, hogy milyen hírességnek csinálj meg a reggeliét még. Remélem élveztétek, következő időben Tali, csomi srácok, cső. Szóval is, ti most jártam meg a reggeliet, ember, kóstoljuk már, kicsit tudjunk már lebeszélgetni. Mi a fasz? Nem tudom, kurva ilyen. Jaj! Kegyér! Most komolyan úgy vársz, hogy lenn van a földön a szalámi spiritus? Szóval is, ti most jártam meg a reggeliet. Azt érdekel! Aj, is, ti most csináltad meg a reggelyét, ember, üljünk már le, kóstold már meg! Te is így eszed el! Igen, tesó. Oké, jó. Csáó. Nem múlás keresem. Jó, oké, jó, meg lesz ez. Csáó, de nem ugyanokjál már, bazd meg! Szerintem teljesen jó, mire gondolsz? Ez a vajaszám.